Isten, mennyi személy? Hát ez szörnyűség. Ez borzalmas. Hát tényleg nagyon látszik, hogy Tisza felsőbb részén nagyon sok szemét összegyűlt. A munkánkból kifolyólag járom az egész országot, és látom, hogy milyen szeméthalmok lepik el a zöld területeket. Borzasztó nagy fájdalom ez az ember szívének. Szegediként nagyon jó esik az, hogy itt van ez a folyó nekünk és a mindennapjaink része, és jó azt látni, hogy ilyen tiszta itt a víz, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szép, tiszta folyónál lefürödhetünk és sírálhatunk. Ez egy nagy dolog, hogy ők észreveszik, hogy mit csinálnak. Igaz, hogy az ő korosztályuk, nagyjából az ő korosztályuk csinálja, de akkor is ők valamit tenni akarnak, és ez a tenni akarás, ez talán egy kicsit mentesíti azokat, akik eldobják, hogy hát egyszer ők is hátha oda kerülnek, hogy összeszedik. És nagyon drukkolok nekik, hogy minél sikeresebben alakuljon ez a helyzet, hogy ne a szemét borítsa a víz felszín. És nagyon örülök, hogy vannak ilyen emberek, fiatalok, akik erre áldozzák az idejüket, és ezzel foglalkoznak, hogy megtisztítsák a Tiszát. És köszönjük szépen a munkájukat. Nagyon szépen meg szeretném köszönni a Petkupának, hogy ezek a tehetséges, önkéntes fiatalok megtisztítják a Tiszát. Nagyon hálásak vagyunk a munkájukért, és köszönjük szépen, hogy megtisztítják a környezetünket. A jelmondatunk legyen Tiszta Tisza! Rendkívül jó érzés, hogy vannak, akik a mindennapokban önzetlenül ugyanúgy gyűjtik a szemetet és tesznek azért, hogy az unokáiknak legyen jövője és láthassák még a zöld természetet. Talán olyan állapotban, mint amilyenben még most nekünk is szerencsét van látni. És ezért nagyon nagy köszönet és hálás.